Kicsit döcögősen kezdte a mérkőzést a veretlenségét elmúlt hétvégén elveszítő Nyíregyháza, a vendégek 5 ponttal megnyerték az első negyedet. A második 10 percben utolérte ellenfelét a házigazda, a szünetre már 1 pontos vezetéssel vonulhattak le Tóth Gergelyék. Fordulás után felpörgették a játékot a cápák, 6 kísérletükből 6-3 pontos hullott az ellenfél gyűrűjébe, így a záró negyed előtt már 13 pont volt a hazaiak előnye. A folytatásban tovább nyílt a két csapat között az olló, végül Siska János együttese 19 pontos sikerrel bizonyította, hogy csak botlás volt a Honvéd elleni vereség. Kellemetlen kosárlat játszik a TF, sokat egyegyezik, és erre kell készülnünk. Az első negyedben aztán megleptek minket, de aztán a második negyedben, illetve utána a mérkőzés végéig összeraktuk a védekezésünket, és ezért tudtunk nyerni. Amikor felünk az öltözőben, mindig látom a fiúkon, hogy akarnak, csak valami miatt nem sikerül, és ezeket a kis dolgokat próbáljuk összerakni, hogy támadásra mind kell változtatni, illetve hogy a védekezésben mire kell jobban odafigyelni, illetve ilyenkor próbáljuk azt játszani, ki az, akinek éppen azon a meccsen megy a mérkőzésen is tud kosarakat dobni, és arra játékosra játszani, illetve másik félben általában már leszoktunk támadni részpályán zónával, illetve váltogatjuk a védekezésünket, és talán ez számít. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a 23 pontos szerző Immanuel Ubija volt, aki 5 kísérletből 4-3 pontos kosarat szerzett. Minden meccs más, olyan csapatunk van, hogy sokat jár a labda, és mindig próbáljuk megtalálni azt, akinek aznap sül a keze, és ilyen egyszerű, hogy akinek sül a keze, azt igazából tömni kell labdákkal, meg kell találni, és fel kell vállalni a támadásban a szituációkat. Az NB1 B piros csoportjának tabelláját a 7-0-ás mérleggel álló Vasas Akadémia vezeti, a 9 győzelem mellett egy vereséget jegyző Hübner Nyíregyháza Blue Sharks előtt. A kék cápákra még egy meccs vár ebben az évben, idegenben a nagykőrös ellen lépnek pályára Busch Ivánék.